Folyamatos a termelés a Contitech Kft. Nyíregyházi gyárában. A világméretű cégcsoport eddig 6 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre kormányzati segítséggel ebben az üzemben. Legutóbb új kaucsuk keverő gyártósort, egy félkész termékeket gyártó berendezést szereztek be, raktárépületet építettek és készül az új logisztikai központjuk is, amelyet több vállalattal közösen használnak majd. A Continental nyíregyházi gyárában mintegy 500 ember dolgozik, a fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám azonban a duplájára is nőhet. Elmúlt évben elkezdte a működését a hűtő-fűtő, tömlő rendszerek gyártása, ami azt is jelenti, hogy jelen pillanatban is a Volkswagen 22 európai gyárába már szállítunk hűtő-fűtő tömlőket. Emellett elkezdtük a gyártást az új járműipari kalandersoron, még természetesen egyik működő beruházásnak sem értük el azt a kapacitás kihasználási szintjét, amit tervezünk a jövőben. 2010 óta 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az állam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezt Magyar Levente mondta a Continental autóipari cégcsoport nyíregyházi gyárában. A külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a térségben 5000 munkahely jött létre az elmúlt 7 évben, a megyei munkanélküliségi ráta pedig a közel 20%-ról 3,5%-ra csökkent a megyeszékhelyen. Magyar Levente hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben 280 milliárd forintos ipari termelési értéket állítottak elő, tavaly pedig már több mint 640 milliárd forint volt ez az összeg. Ezek egy nagyon rövid idő alatt elért hatalmas előrelépések, aminek az elsődleges érdeme a nyíregyházi és a szabolcsi munkavállalók képzettségében és erényeiben keresendők, hiszen hogyha nem volna magasan kvalifikált és megbízható ez a munkaerő, akkor nem jönnének ide olyan világcégek, mint a Continental, amelynek az árbevétele egymagában mintegy egyharmada a magyar GDP-nek, tehát egy olyan világszereplőről van szó az iparban, az autóipari beszállítói világban, amelyik az első között említendő. A Continental az előzetes eredmények alapján mintegy 44 milliárd forint euró forgalmat ért el tavaly, világszerte 56 országban van jelen, és több mint 230 ezer embert foglalkoztat.